Köszöntjük az evangéliumi igazságok nézőit. Andrew Womack Isten feltétel nélküli szeretetéről és kegyelméről tanít. A pénzük sáfáraként és nem tulajdonosaként kell magukra tekinteniük. Ha egyszer megértjük, hogy ez nem a mi pénzünk, hanem az ő pénze, akkor ő megáld minket. Jobb lett az anyagi helyzetünk. Isten igazán megáldotta a pénzügyeinket. Nyugodtan Istenre bízhatják a pénzüket. Üdvözlöm Önöket az Evangélium igazságok mai adásában. Ma a második hét végéhez közeledve továbbra is a sáfárságról beszélek. Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy ezt a könyvet ajándékba adom Önöknek. Vannak CD-k és DVD-k is angol nyelven, és ezek közül bármelyiket ingyen megkaphatják. Van egy DVD-nk Anyagi áttörések címmel, amin, ha jól tudom, 5 bizonyság található. Ma szeretném ezek egyikét lejátszani Önöknek, a Padló családról szóló bizonyságot. De előtte azoknak, akik most nézik először ezt a műsort, szeretném röviden összefoglalni, hogy miről is van szó. A pénzügyekről beszélünk, de a szív hozzáállása felől közelítem meg ezt a témát. El kell jutniuk a szívükben arra a szintre, hogy nem maguknak akarják a pénzt. Nem önzőségből, hanem azért akarjanak áldottak lenni, hogy Önök is áldássá válhassanak. Erről beszéltem végig az első héten, és ezért adtam ennek a sorozatnak a Sáfárság pénzügyeink kezelése címet. A sáfár egy olyan személy, aki egy másik ember ügyeit intézi, leginkább a pénzügyeit. Ne a pénz tulajdonosaként tekintsenek magukra, hanem lássanak mindent úgy, mintha Isten ajándéka lenne. Isten az, aki tehetséget és képességeket adott Önöknek. Isten az, aki lehetőségeket ad. Mindenük Istentől származik, és ha ezt a hozzáállást elsajátítják, akkor Isten bűvölködővé teszi Önöket, amit elsősorban Isten királyságának előmozdítására fognak használni. És miközben Isten országát teszik az első helyre, Máté 6.33 azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy itt arra utal, hogy mit együnk, hol aludjunk és mibe öltözködjünk. Vagyis ez a kontextus a pénzről szól. A Máté 6.19 azt mondja, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Amikor eljutnak arra a szintre, hogy azért akarnak gyarapodni, hogy először Isten országát előmozdítsák, akkor Isten természetfeletti módon gondoskodni fog a szükségleteikről. Másképp fogalmazva, Önök gondoskodnak Isten szükségleteiről, és Isten gondoskodik az Önök szükségleteiről. Ez a felfogás a legtöbb ember számára idegen. A legtöbb ember azt gondolja, hogy ha nem vállalnék teljes felelősséget, ha nem adnék bele mindent, ha csak az Úrra vetném az ezzel kapcsolatos gondjaimat, és csak azt tenném, amit Isten kér tőlem, akkor nem igazán bűvölködnék. Azonban épp az ellenkezője történik. Amikor a szívük rendben van, és Isten teszik az első helyre, Isten természetfeletti módon fogja bűvölködővé tenni Önöket. Ezért ma szeretnék egy rövid videófelvételt lejátszani Rick és Mici Padlóról, akik jó barátaim, és ez a videó az ő bizonyságukról szól. Olyan szegények voltak, hogy amikor Mici terhes volt, egy Volkswagen bogárban éltek, ami meglehetősen szűkös. De megragadták Isten igéjét, és ma már igazán bűvölködő életet élnek. Van egy export-import vállalkozásuk. Dubájban és szerte a világban üzletelnek. Jó barátaim, és ez igazán áldás lesz Önöknek. Szóval nézzék meg ezt a rövid bizonyságtételt Padlóikról, hogyan tette Isten bűvölködővé őket, és a videó után visszatérek. Hogyan tud két füves cigit szívó hippi Amerika útjain bolyongva anyagilag bűvölködővé válni? Úgy, hogy a helyes döntéseket hozták meg. Ez Rick és Mici Padló története. Együtt kezdtünk el drogozni, és közel 2 évig fogyasztottunk kábítószert. Ebben a hippi korszakban együtt éltünk. Az egyik kedden, miközben ültünk egy kajáldában. Megkérdeztem Micit. Akkor most hozzám jössz, vagy mi lesz? Azt mondtam, ha találok munkát, akkor összeházasodunk ezen a héten. Nos, másnap munkát kaptam, így pénteken Tennessee-be utaztunk, hogy összeházasodjunk. Elmentünk az anyakönyvvezetőhöz, aki azt mondta nekünk, ha Jézus teszitek,
a házasságotok középpontjába. Akkor soha nem lesz problémátok. Ezt soha nem felejtem el. Kerestem Istent, mint baptista lány, de messze voltam attól, amit Isten eltervezett nekem. Bátorítottam Ricket, hogy járjunk gyülekezetbe, és ő akart Isten szerint való módon élni minden este, amikor füvezett és olvasta a Bibliáját. Szóval a maga módján megtett mindent, amit csak tudott. Egy ponton tudtam, hogy meg kell térnem. Szükségem volt Istenre, mert a drog kihatott az egész életemre. Az összes barátom drogos volt. Tudtam, hogy ha nem fogadom be Istent a szívembe, akkor egy nap a börtönben fogom végezni. Aztán egy nap hajnali 3-kor felébredtem, kimentem a kertünkbe is. Térdre estem a porban, és nem tettem semmilyen megvallást, nem kértem bűnbocsánatot, egyszerűen csak a szívem kiáltott Istenhez. És ő megérintett. Felemeltem a kezemet, felnéztem az égre, és olyan volt, mintha a hold és a csillagok tanúskodott volna arról, ami történt. És amikor felálltam a porból, más ember lettem. Radikálisan megtértem, és tudtam, hogy Isten ott van az életemben. Látványosan és elképesztően megváltozott. Óriási változás volt. És tudtuk, hogy el kell hagynunk Kentuckyt, mert az összes barátunk drogos volt. És rossz környezetben éltünk. Eljöttünk Kentuckyból, és elindultunk Oregonba. Ennél messzebb nem is mehettünk volna. Szóval mindenünket eladtuk, és mindössze 700 vagy $800 volt. Szóval bepakoltunk a kis Volkswagenünkbe, és a törpe schnauzerünkkel együtt elindultunk. Montanába érve mindenhol munkát kerestünk, ahol letelepedhetünk. Aztán 5 nappal később Oregonba értünk, de addigra majdnem elváltunk. Sokat veszekedtünk. Rossz volt az idő, esett az eső, hideg is volt. Végül kibékültünk, és délfelé vettük az irányt. 6 hétig voltunk úton, hálózsákban, és szinte mindig az út szélén aludtunk. A maradék pénzünket hotelre költöttük, hogy zuhanyozhassunk. Szóval hosszú történet, de végül Boulder, Coloradoba értünk. $100-125 maradt. Mici elment lezuhanyozni, én pedig térdre borultam az ágynál, és azt mondtam, Uram, ennyi volt. Nem tudom, hogyan tovább. Kezembe vettem egy újságot, megnéztem a hirdetéseket, és az egyikben állást hirdettek Boulder, Coloradóban. Elmentem az állásinterjúra, megkaptam az állást, és aznap több pénzt fizettek, mint amennyit egész életemben kerestem. Nagyszerű volt. Ünnepeltünk, és most már csak egy helyet kellett találnunk, ahol élhetünk. Bementem egy ingatlan közvetítő irodába, ahol egy Eva Brook nevű hölgyel találkoztam. 70 év körüli lehetett, és ő volt a tulajdonos. Elmondtam neki a történetünket, hogy drogosok voltunk, megtértünk, eladtuk mindenünket, otthagytuk Kentuckyt, aznap állást kaptam, és mondtam, hogy szükségünk van egy lakhelyre. Megkérdezte, hogy hol van a feleségem. Mondtam, hogy az autóban. Azt mondta, hogy hívjam be. Szóval Mici is bejött, beszélgettünk Eva Brookkal, mire azt mondta, nézik, van egy 2 emeletes házam kiépített pincével. A pincében van 3 hálószoba, egy konyha, egy kandalló és mellékhelyiség. Oda költözhetnek, amíg talpra nem állnak. Szóval aznap megkaptam életem legjobban fizetett állását, és kaptunk egy házat, ahol ingyen lakhattunk. Néhány hónapig éltünk ott, amikor elkezdte hallgatni Andrewt a rádióban. A munkahelyemen volt egy barátom, akivel egy teherautóban utaztam, és ő állandóan a keresztény rádiót hallgatta. Az egyik nap, miközben úton voltunk, hallgattunk egy igehirdetőt, aki azt mondta, tudják, Isten nem mindenre képes. Néztünk egymásra, micsoda? Feljebb csavartam a rádiót, és azt mondta, így igaz, Isten nem mindenre képes, ő képtelen hazudni. Azt gondoltam, ejha, tetszik ez az ember, szóval elkezdtem hallgatni őt, és ő volt Andrew Womack. Amikor aznap hazaértem, mondtam Micinek, hogy keressünk rá erre az emberre, mert nagyon tetszett az, amit a rádióban mondott.
Rick hallotta, hogy Andrew Denverben fog alkalmat tartani, és mondta, hogy menjünk el. Rendben, mondtam, ez nagyszerű. Elmentünk, és csodálatos alkalom volt. Olyan, amilyet korábban soha nem tapasztaltunk. Működtek az ajándékok, a profétálás, és egyszerűen el voltunk képedve. Ez az ember tényleg ismer Istent. Úgy értem, beszél Istennel. Elképesztő dolgok történtek ezen az alkalmon. Az emberek meggyógyultak, de nem tudtuk, hogyan. Isten szelleme kiárad, de nem tudtuk, hogy az volt. Szóval teljesen el voltunk képedve. Amikor Andrew befejezte az ige hirdetést, előre hívta az embereket, és imádkozott értük. Rám tette a kezét, és imádkozott értem, és Isten jelenléte teljesen betöltött. Csak sírtam, és valóban szolgált felém. Aztán visszaültem a helyemre. A mögöttünk lévő ember megkérdezte tőlünk, hogy megkaptuk-e a Szent Szellem keresztséget. Mondtuk, hogy azt se tudjuk, mi az. Azt válaszoltam, hogy ha Isten nekem akarja adni a Szent Szellem keresztséget, akkor akarom ezt, mert amit Isten adni akar nekem, azt én is akarom. Szóval imádkozott értem, és megkaptam a nyelveken szólás ajándékát. És valóban ez volt az az erő, ami ahhoz kellett, hogy Istenért éljünk. Én egy héttel később kaptam meg a Szent Szellem keresztséget, és ezzel kezdetét vette az utazásunk. Beszereztük Andrew összes ingyenes hangkazettáját, mert nagyon kevés pénzünk volt, és azok a felvételek valódi áldások voltak nekünk. Nem tudom elmondani, hogy mennyi mindent tanultunk belőlük. Bátorítottak minket, és segített, hogy azzá váljunk, akik ma vagyunk. Amikor megkaptam a nyelveken szólás ajándékát, olyan volt, mintha életre keltünk volna. Elkezdtük megérteni a Szent Szellem erejében rejlő korlátlan lehetőségeket az életünkben. Hazamentem a munkából is, azt mondta Mici, ezt és ezt hallgattam ma is, nagy áldás volt nekem is, küldtem pénzt. Bárki is volt a rádióban, minden nap küldött pénzt a szolgálatára. Az Úr spontán szólt hozzánk, hogy költözzünk Chattanooga, Tennessee-be, amit megtettünk. Ez egy hitbéli kilépés volt. Rick nem talált állást. Én egy fotostúdióban dolgoztam Chattanoogában, és kezdtünk kifogyni a pénzből. Terhes lettem az első gyermekünkkel, és végül azt mondtam, hogy menjünk el a könyvtárba, ahol van internet, és rákereshetünk a dolgokra. Megnéztük az újságokban a hirdetéseket. Tennessee-ben és nagyjából az egész országban akkoriban recesszió volt, kivéve Houston, Texas, ami tele volt állás lehetőségekkel. Úgy voltunk vele, hogy Houstonban biztos találunk munkát. Amikor Houstonba költöztünk, mindössze egy régi Volkswagenünk és $250 volt. Vasárnap este értünk oda. Hétfőn a kezembe vettem egy újságot, és jelentkeztem egy állásra a houstoni reptéren is. Kedden behívtak interjúra. Megkapta az állást, ami fantasztikus volt. Egy olyan iparághoz került, amiről korábban soha nem hallottunk. Nemzetközi áruszállítás. Továbbra is nagyon kevés pénzünk volt, és nem akartuk az összes pénzünket hotelre költeni. Így aztán a Volkswagenünkben töltöttük az éjszakát. Elég kemény volt terhesen egy régi Volkswagenben, de tudtuk, hogy Isten képes ezen változtatni. Szóval nem aggódtunk emiatt. Másnap reggel visszamentem dolgozni, és a főnököm megkérdezte, Rick, hol laksz? Mondtam, hogy sehol nem lakunk. Nincs elég pénzünk jelenleg, hogy kivegyünk egy lakást, mert nem tudok kifizetni két hetet. Mire a főnököm kölcsönadott egy hónapnyi lakbért. Egy évig laktunk albérletben, mire megszületett a lányunk. Aztán elköltöztünk egy másik lakásba, ahol megszületett a fiunk. Rick továbbra is ennél a fuvarozási cégnél dolgozott, és megtanulta a szakmát. Nem sokáig, néhány hónapig dolgoztam ott, és egy emberrel intéztük a szállítmányozást, aki nagyjából annyi ideje volt ott, mint én. Ausztráliába szállítmányoztunk. Nagyon jól kerestünk vele, 7-8 ezer kerestünk egy-egy szállítmánnyal. Úgy voltam vele, hogy tetszik ez az üzlet. Uram, szeretnék egy saját szállítmányozási céget. Aztán kapott egy másik állás lehetőséget egy Halliburton nevű cégnél. És még többet tanulhatott az iparágról. Ez a cég a szállítmányozás valamennyi formáját képviselte, és nagyon sikeres volt. Én voltam az anyagfelelős, és a robbanásveszélyes anyagok szállítását koordináltam. Továbbra is szerettem volna egy saját szállítmányozási céget. Végül 3 évig maradtam ennél a cégnél, és békességem volt abban, hogy eljött az ideje, hogy belevágjak a saját áruszállító cégem megalapításába.
Elmondtam ezt a főnökömnek, aki azt mondta, hogy tartsunk egy vállalati megbeszélést, és mondjam el a tervemet az igazgatónak. Szóval elmondtam a látásomat a Halliburton igazgatójának. Azt mondtam, nézze, szerettem a Halliburton cégnél dolgozni, szerettem az embereket, és szeretem a munkámat, de szeretnék egy saját áruszállítási céget, szeretném megpróbálni, hát ha összejön. Az igazgatónak szimpatikus voltam, és azt mondta, Rick, tudom, miről beszélsz. Megmondom, mi legyen. Támogatni fogunk, és ha nem jön össze, akkor visszakaphatod a munkádat. Szóval úgy jöttem el az irodából, hogy megvolt az első ügyfelem. És békességem volt, hogy ha nem sikerül, visszakaphatom a munkámat. Megkérdezte, hogy mit gondolok erről. Azt mondtam, hogy ez nagyszerű, Isten hatalmas, és minden irányból zöld utat kaptunk. Beadtuk az utolsó csekket úgy, hogy nem tudtuk a következő csekk honnan fog beérkezni. És belevágtunk. Az első nap minden nagyon szervezetlen volt. Volt egy ügyfelem, de nem volt pénzem. Az ördög támadta a gondolataimat. Amikor hazaértem, nem tudtam elaludni. Fel alá járkáltam, és láttam magam előtt a gyerekeimet, akik kanállal a kezükben azt mondják, apa, éhesek vagyunk. Isten megállított, és azt mondta, áldásnak adtam neked ezt a vállalkozást, és nem átoknak. Ezután az lett a filozófiám, hogy dolgozz keményen, és bízz Istenben. Sok energiát fektettem a vállalkozásba, és bíztam Istenben, hogy megsegít, és működni fog. Nagyon kicsiben kezdtük. Én fogadtam a hívásokat, amikor Ricknek a raktárban volt dolga. Az egyik gyerek a lábamnál volt, a másik az ölemben. Én meg üdvözlöm a Prokárgónál. Átirányította a hívásokat a házunkhoz. Szóval ez egyfajta műszakváltásos üzemmód volt. A cég elkezdett terjeszkedni. A Halliburton volt az első ügyfelem is. Nagyon gyorsan növekedtünk. Irodát nyitottunk Houstonban, New Yorkban, Dubájban és Torontóban. Aztán elindítottunk egy teljes értékesítést végző céget, amihez nyitottunk egy irodát Houstonban és Torontóban. Ahogy mondtam, az üzleti filozófiám az, hogy dolgozz keményen és bízz Istenben. Mi hívők, akik benne vagyunk az üzleti világban, nagyobb előnyben vagyunk másokhoz képest, akik csak természetes szinten dolgoznak. Mici kinevetett, amikor azt mondtam, hogy megtaláltam a sikeres élethez vezető kulcsot, ami annyit tesz, hogy mindig a helyes döntést kell meghozni. Erre ő. Persze, mindig a helyes döntést kell meghozni. De ha bennünk van Krisztus bölcsessége, ami a Biblia szerint így van, akkor ha kérjük az Urat, miért ne tudnánk meghozni ezeket a döntéseket? Amikor hibázunk a munkában, vagy rossz irányba megy az életünk, az azért van, mert nem hívjuk segítségül az Urat. Azért volt sikeres a vállalkozásunk, mert segítségül hívtuk az Urat. És ő vezetett minket. Megmutatta, milyen irányba menjünk. Sokszor úgy tűnhet, hogy a jó dolgot tesszük. Mégsem lesz jó eredménye. De Istennél mindig jó eredmények, és mindig nagy nyereség van. Hálás vagyok Istennek, hogy Andrewt az életünkbe hozta, aki ma is ugyanazt az üzenetet hirdeti, mint akkor. Soha nem tért le a helyes útról. Egyik lépés követte a másikat, és mindvégig az Úrra figyelt. Hűségesen kitartott abban, amit Isten rábízott. Ez mindig is egy olyan szolgálat lesz, amelyik folyamatosan gyümölcsözni fog. Amikor először hallottunk Istenről, Mici mindenkinek adakozott, és egyszerűen csak adtunk. Amikor bekerültünk egy gyülekezetbe, hallottunk tanítást az adakozásról és a tizedről, és elköteleztük magunkat a tized beadására. Felmerült a kérdés, hogy a tized vajon a bruttó vagy a nettó bevételre vonatkozik. A bruttóra, rendben is, elkezdtünk adakozni. Ezt elkülönítettük és célul tűztük ki, hogy adakozzunk azon felül, amit eddig adtunk. Imádkoztunk és kértük Isten vezetését, hogy hova adakozzunk. Mi pedig folyamatosan adtunk. Soha nem kérdőjeleztük meg, hogy kell-e adnunk. Minél többet adtunk, Isten annál inkább megáldott minket.
És lelkesen adakoztunk, és úgy hiszem, hogy az adakozás ajándéka van az életünkön. Hamar megértettük Andrew és mások tanításából, hogy a pénz Istené. Bármi lesz, mi csak jól akarunk sáfárkodni a pénzzel. Ezért mindig engedtük, hogy a pénz keresztül folyjon rajtunk oda, ahová Isten vezetett minket. És minél inkább megáldottunk különböző szolgálatokat, szervezeteket, embereket, Isten annál inkább növelte a bankszámlánkat. Ez tehát oda-vissza hat. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy Istent nem lehet túladni. Ő Jehova íre, az Úr, aki gondot visel. Ha Isten arra kéri önöket, hogy mindent adjanak oda holnap, és tudják, hogy Isten kérte önöket erre, akkor gondoskodni fog róla, hogy több, mint elegendő pénzük legyen az elkövetkezendő napokban. És ezt oly módon fogja megtenni, amire nem is gondoltak. Jó dolog adni. Ez nem teher, hanem öröm. Arra bátorítok mindenkit, aki hallgatja ezt, hogy adjanak többet annál, mint amit gondolnak, hogy adni tudnak. Mert Isten azt mondja, próbálj meg, és figyelj, ahogy megnyitom a mennyet, és kiárasztom az áldásomat. Ő erre vár. A siker titka Rick és Mici életében azzal kezdődött, hogy befogadták Jézust a szívükbe, mint urukat és megváltójukat. Ugyanakkor hozzáfordultak útmutatásért minden nap. Ahogy Rick fogalmazott, dolgozz keményen és bízz Istenben. A mennyei atyával való őszinte szoros kapcsolat által bárki képes helyes döntéseket hozni. Hát nem csodálatos, amit Isten tett értük? Hallhatták, csak Istenben kellett bízniuk. Ez nem automatikusan történt. Isten dolgaira kell törekedniük, és ez tényleg a szívről szól. Ez az egyik pont, amiről beszéltem, és ahogy Rick és Mici kezdte rendbe tenni a szívét, Isten bűvölködővé tette őket. Szeretném elmondani, hogy Isten addig nem bíz önökre többet, amíg nem látja, hogy képesek azt kezelni. Nem fog többet adni annál, mint amennyit elbírnak, és ez az én bizonyságom. Isten felemelt, és várok még bizonyos dolgokra is, hiszem, hogy azért nem láttam még őket, mert még nem vagyok azon a szinten. Még mindig zöldfülű vagyok, és növekszem. Még nem érkeztem meg, de már elindultam. Szóval Rick és Mici és mások bizonyságtétele is elérhető. Ez egy nagyszerű anyag és része a csomag ajánlatunknak. Ha szeretnék megkapni a könyvet magyar nyelven, a CD-t vagy a DVD-t angol nyelven, akkor ezek egyikét ajándékba adjuk önöknek. Beszerezhetik ezt a DVD-t is, ami tartalmazza a bizonyságokat, vagy a munkafüzetünket, angol vagy spanyol nyelven. Arra bátorítom önöket, hogy ragadják meg ezeket az igazságokat, és ne csak azért, hogy a szükségleteik be legyenek töltve. Ez meg lesz, de ez igazából csak melléktermék. A cél az, hogy engedjék, hogy Isten ereje áradjon önökön keresztül. Rick és Mici Padló, akiket ma láttak, igazi adakozók. Rengeteg embernek segítenek és őszinte szívvel adnak. Ha engedik, hogy Isten önökön keresztül adjon, akkor önöknek is adni fog. Szeretném figyelmükbe ajánlani a Kárész Biblia iskolánk magyarországi elérhetőségeit, ami az adás végén megjelenő képen látható. Hívjanak, vagy írjanak még ma.